Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, igen, látjátok, Euro Truck Simulator 2. Megmondom őszintén, hogy ezt helyett be akartam rakni egy King of the Road gameplayt, viszont nem indul el Windows 8.1-en, sajnos, és nem találtam rá megoldást, nagyon sok fórumban panaszkodnak rá, hogy már héten sem ment normálisan, itt meg egyáltalán nem akar elindulni, be akartam mutatni azt a játékot, ugyan nekem az nagy kedvenc kamionos játékom volt, úgyhogy ezt most így hagyjuk, és inkább csináljuk tovább ezt a projektet, ugye, a Keeper-ös projektet, ugye, újra kezdtük, aki látta az előző gameplayt, újra kezdtük, úgyhogy komolyan nyomjuk most már. Na, nem is húzom tovább az időt, kellene valami fuvart néznünk magunknak. Ár szerint van, gondolom ez a legdrágább. Én ezt kiválasztom és meg is csinálom, oké? Okay? Mit kell vinni? Tudja a fene. Na mindegy, elvállom. Azt akartam kérdezni pont, hogy mi a faszért szól ez a zene ilyen hangosan, amikor direkt kikapcsoltam. Na nézzünk körül, mit kell vinnünk. Ah, sima ilyen trailer, oké. Okay. Most ránézek a mapra, hogy mégis milyen messze kell vinni. Ó, ez mi ez? Ja, ez a sárga! Ez a sárga, ez a már bejárt utunk, ugye? Így meg tudjuk nézni, hogy mit jártunk. Be, milyen részeket. Az hogy a faszba lehet, hogy még csak izét mutatja? Ugye az Egyesült Királyságot, meg Franciaország környékét, meg itt. Miért nem mutat többet? Például erre is van úgy biztos? Vagy az még nincs megnyitva? Na jó, mindegy. Álljunk neki. Raktam néhány billentyűt, vagy néhány dolgot, billentyűt át konfiguráltam kormányra. Úgyhogy most már van dudám, van indexem. Jobbra és balra. Várjatok. Halljátok? Ugye? Ó, és működik még ez a bajusz kapcsoló is, tök jó. Na, meg még raktam lámpát. Meg ez nem is tudom. Ez azt hiszem, hogy reflektor. Ja, reflektort. Jó. Oké. Igazából ennyit változtattam, ugye nem játszottam semennyit. Hát szerintem húzzunk bele, aztán menjünk. Azt nem tudom, hogy hány óra van. Hol lehet ezt megnézni? 15:39, jó van. De azt nem tudom, hol lehet kimenni innen. Látom, hogy arra. Ugye még mindig komolyan próbáljuk játszani ezt a játékot. Ha úgy beejtünk valamilyen kamion parkolót, nem tudom, hogy ez hogy működik itt a dolog. Mármint arra lennék kíváncsi, hogy hol tudnék kamionokat venni. Akkor azt meg fogjuk nézni, mert nem tudom, hogy mennyibe kerül egy kamion komolyan ebben a játékba. Ugye valóságban úgy sejtem, hogy mennyibe kerül ebben a játékba, nem tudom. De szerintem kellene szereznünk. Na, oké. Okay. Húzzunk bele. Egyébként gondolom annak a városnak a környékéről indulunk. Ahol, ugye, nem innen indultunk ezelőtt is, gyerekek? Nem a fasz, nem. Nem, nem ugyanazt a munkát viszem, mert akkor megőrülök. Akkor az vicces lesz. Ugye kamionnal ilyen nagy ívbe kell szépen fordulni. Na, szépen hátra dövök, remélem, hogy is jól hallottok, és akkor tényleg ilyen kamionvezetési stílus. Meg kell mondanom, hogy három sör után vagyok. Volt itt egy ismerősöm, és gondoltam, hogy sörözünk egyet, megkínáltam, és akkor én is ittem vele. Úgyhogy remélem, nem csinálok hülyeségeket, meg remélem, hogy nem beszélek hülyeségeket sem. És megpróbálom egy kicsit dinamikusan leszállítani. Nem azt mondtam, hogy jackass módba megyek, de megpróbálok gyorsan közlekedni. Ja, hát nem ezzel az úton mentem, hát hogy mentettem volna, hisz ez még új üzeneted érkezett, anyád. Melyik az üzenet? Ja, azt ki kell lépnem. Mennyi itt a sebességhatár? Sebességhatár kötelező tábla volt. Ja, meg nyílgázon megyek. Jó, leszarom. Ugye... Krisztián... Zsíra Krisztián írta, hogy nem nagyon büntetnek. Csak azért, amit felsoroltam az előző gameplaybe, például hogy a gyorshajtás, balesetokozás, meg piros lámpa. Meg hogyha szembe mész, húzamosabb ideig a forgalommal. Úgyhogy talán nem lesz gond.
Nem tudom, most így három sör után jobban érzem ezt a vezetést, úgy érzem. Mennyivel megyünk? 74-en megyek, és tök jó szerintem. Megjött a bátorságom. Bátorra ittem magam, és jó sofőrre ittam magam, ugye? Jó, hát három sör az nem sok. Amúgy nem nagyon érzem a középpontját ennek a kamionnak, néha úgy nem érzem, hogy hol vannak a szélei. Oh, ez például nagyon közel mentem hozzá. Mennyi pénzünk van? Van 5000-ünk már. 5200. Néha a radarra jó lenne ránéznem, mert ezelőtt is elcsesztem, ugye előző gameplayben, kicsit túl mentem. És megpróbálom frankon, nagyon gyorsan, és nagyon precízen leszállítani ezt az árut. A precízség az ugye az, hogy nem töröm össze a kamiont, nem töröm össze az árut, és szépen vezetek. Hát én nem hiszem ezt, gyerekek. Komolyan mondom, hogy tolta... Ja, még vágja elém. Tolta az elejét a járni. Mivel kell megnézni a... Hogy mennyire sérült a dolog? Na mindegy, ez van. Komolyan, amikor nagyon meglódultok, akkor így elkezdi, nem is az elejét, hanem hogy a trailer elkezdi tolni a hátulját a gépnek, és így fordul ki az elejét újságosan is. Hát nem tudom komolyan, hogy mennyire sérült meg a jármű. És nem akarok nagyon itt menübe lemenni, úgyhogy majd megnézzük. De pedig az előző gameplayben nézegettem, mi a melyik billentyű volt, nem az N. T. Hát inkább nem nyomkodom, nem akarom leakasztani még ráadásul a trélert is. Felessen bele. Pedig olyan jól ment. Figyelem kell ezt a minimapot, vagyis ezt a GPS-t, úgy látom, hogy ne kövessük el hülyeségeket. Az meg mit csinál? Előz? Úristen, elég bátran. Remélem nem nagyon sérül meg a kamion. Ha meg igen, akkor mehetek javítatni, mi? Na, itt is például ilyen jó kanyaros út szakasz jön. Mit ha lassabban menne, amióta ütköztem? Szerintem felfele megyek különben. Nekem úgy tűnik ez a dolog. Ezek a útszélét jelző táblák, ezek könnyen kivihetők? Nem, az lesz, hogy neki durantok. Nyílgázzal, aztán nullára fékez. A Duda! Ez micsoda? Jaj, villantást is ráraktam. Ó, kamionoknak majd kell villantani. Haveroknak, meg dudálni. Ezt megnézzük, hogy ez reagálnak-e. Haver, kösz, bazd meg, hogy lefékezel így úgystan. Záróvonal átlépés volt keményen, hát mindegy. Tök jó ez a pedál, nem tudok bele betelni, de most ilyen nagyon lassan, majd úgy nyomom le, hogy nem nyílgázzak, és akkor ilyen tök szépen így gurult. Na, húzzunk. Az autó az előbb az majdnem lecumisztatott azzal az instant fékezésével. Záró vonal. Na, micsoda bajon, mint az izé Minecraftban. Nézzétek, ilyen szántóföldek. Hol a francba vagyunk? Franciaországban, ugye? Izére van ennek kíváncsi. Hogyha lesz legközelebb olyan fogalom, hogy mondjuk Angliába, akkor azt megpróbálom. Gondolom, akkor úgy visznek át minket. Kompal az egyértelmű. Itt nem szabad balra fordulni. Nem mehetek be a kútra. Zárólnál meg nincsen. És meg ki volt ragva, hogy kut erre. Akkor mi meg kell fordulnom valahol a falát farkán? Meg ez egy tankakadályok vannak jobbra, jaj. Még mindig tart az a háború. Mikor játszódik ez? 45-ben? Jó, tudom, hogy nem. Tök jó lenne rendőrkocsik. Egyébként nagyon bánom, hogy a King of the Road-ot nem tudtam nektek megmutatni, mert... Ajaj. Fékezés. Mert nagyon-nagyon kis kellemes játék, biztos vagyok benne, hogy tetszett volna nektek, hogy ott ugye vannak rendőrautók és üldöznek is.
Meg még ráadásul ilyen gangsterek is megpróbálhatnak kirabolni benneteket. Meg ugye teljesen nincsen lezárva semmi. Például, hogyha gondolnám, akkor itt lemehetnék az útról, és akkor mehetnék egy off-road módba is, így levághatnám a dolgokat. Persze nem mindig szerencsés, mert széttöröd a rakományt, meg mi is történik vele, ja, hogy valamikor ilyen folyók vannak, meg tavak, és akkor rácsesztél. Mert olyan, nincs olyan részletes térkép, ugye, hogy például itt se látni a GPS-en a tereptárgyakat, a tájat, hanem csak az utat. Ott is így működik. Hát persze nem ilyen szépen kidolgozottam. Mondjuk lehet, hogy most már csalódás lenne egy ilyen játék. Nagyon sokszor van az ember úgy, nem tudom, ti vagytok-e vele, hogy úgy, hogy például játszatok egy játékkal, régen játszottatok és szerettétek, és akkor így felrakjátok újra, és azt veszitek észre, hogy úristen, én ezt szerettem, ezzel szerettem játszani. Nekem szokott így lenni. Tényleg majdnem minden játékkal, mert ilyen tök nagy elvárásaim vannak a játékokkal szemben. Nem, mármint úgy értve, hogy szeretem, tök könnyen megszokja az ember a jó grafikát, de visszafele meg már nem annyira fülik a fog a dolgokhoz. Viszont nagyon sok olyan játékkal vagyok, vagy úgy vagyok sok játékkal, hogy nem érdekel, hogy szar a grafikája, úgyis szeretem. Például így van a Jagged Alliance, az egy stratégia. Meg mivel is? Meg hát nem is tudom. Például vannak az olyan játékok, amik meg hát teljesen elfogadom, hogy rossz grafikája van, ahogy mint Doom például, meg Wolfenstein régi ugye, amit a Doom 1, meg Doom 2-re gondolok, meg a Quake sorozat, hogy az úgy elfogadott. Az olyan, mint a Mario-ba keresni a jó grafikát. Amikor leülsz Mario elé, akkor mindig tudod, a Super Mario-ra gondolok persze, akkor mindig tudod, hogy mire számíts, milyen játék az. Ott már nincs elvárásod, hogy jó grafika legyen. Mindig így konstatálod, hogy persze, oké, 3 pixelből van a Mario-nak meg a Luigi-nek az arca, de nem zavar. Mert ennek úgy kell lennie, az úgy volt megszokva. De vannak ezek a középszerű játékok, nem is tudom például, mivel kapcsolatban voltam így nagyon, amikor, hogy úristen, ezzel játszottam én. Mi volt ilyen, azon gondolkozom. A GTA-knak is nagyon megszoktam a grafikáját. Ott sem gondolom úgy, hogy mit tudom, szar lenne, felrakom egy Vice City-t, felrakok egy GTA 3-at, vagy egy San Andreas-t. Igaz, hogy az már nem egy next gen játék, mert nem is lehet hasonlítani például egy 5-hoz, ugye? Vagy pedig tehát nem is lehet hasonlítani egy Watch Dogs-hoz, de mégis ugye elfogadott az úrnak úgy kell lennie. Soha nem gondolom azt, hogy szar a grafikája. Egyébként van egy ilyen valami Rage Engine-es Vice City, azon gondolkoztam, hogy ki kellene próbálnunk. Ugye egy másik engine-t raktak a Vice City alá, és úgy lehet vele játszani. Ilyen nagyon jó törésmodell van, és nagyon jó grafika van egyébként a játékban. De viszont a úgy értve a grafikát, hogy ugye részletesebb textúrák, jó fények, jó a törésmodell, meg így, de viszont nem változtattuk a grafika stílusát. Úgyhogy pontosan ugyanúgy néznek ki az autók, semmi változás, viszont részletesebbek a felnik, részletesebbek a textúrák rajtuk, szépek az autók, csillognak, villognak, tudjátok. És az tök jó, hogy nem változtattak magán azt, hogy nem akarták átformálni a játékot. A pálmafák ugyanúgy néznek, minden ház pont ugyanúgy néz ki. Tényleg az Infernus az teljesen pont ugyanolyan, szinte megkülönböztetetlen, csak annyiba megkülönböztethetetlen a másikkal, a rendes Vice City-hez képest, csak annyi a különbség, hogy olyan élénk és szép és csillogóak. Mi a franc van itt? Ajajajaj, megbazd meg! Ez volt ám a vészfékezés? Mi van itt, gyerekek? Ilyen is van a játékban? Nem már! Ó, gyerekek, itt meg jönnek szembe. Jó van, bazd meg. Nekem mennem kell. Ez itt nem lesz jó. Engedj ki! És ilyenkor mi van? Ilyenkor figyelnem kell volna, hogy melyik oldal van lezárva? Hát nincs itt semmi ide. Cicó. Talán nem jön senki szembe. Bazd meg, hát... És ezek változnak? Vagy ezek ilyen fixek? Mármint úgy, hogy... 3 hónap múlva erre jövök, akkor is ilyen lesz? Vagy változik ez?
van ilyen útinform, hogy mit tudom én, itt utazárás van. Hát ezek azért viccesek. Új, emlékszem egyébként a King of the Road-ba volt pont az, hogy volt, amikor ilyen útlezárás volt, és full nem lehetett elmenni arra, és így azt hiszem mutatta is a GPS talán. Ja, valami azt hiszem apa volt. Még nem a izének van? Nem ennek a Euro Truck Simulatornak van egy olyan kiegészítése, vagy pedig egy olyan módja, amikor ilyen heavy cuccokat kell vinni, ilyen speciális rakományokat, ilyen tök nagyokat. Egyszer próbáltam egy olyat, meg ilyen tök furcsa útokon, ilyen például tó, befagyott tavon, tudjátok, ilyen extrém szállítmányozásos rész. Egyszer azt hiszem játszottam egy ilyen, talán egy-két éve. De ilyen kurva nehéz volt, ha jól emlékszem. Na, nekem van elsőbségem. Lehető. Erre már jártam, úgy látom. Szerintem nem olyan töltöm össze ezt a járművet, már nagyon megy. Nem tudtém megy. Nézzük egy F6-ot. Mi az? Ah, itt sincs a izé. Az anyád. Szóval nagyon nem jó az, hogy lenézzünk. F7. Ott van a izé. Károsodás 1%-a. Rakomány meg semmennyire. Jó, akkor azért annyira nagy gáz nincsen. Vissza kéne menni az F-hányoson van? F5-ön? Jó. Ja, akkor annyira nagy probléma nincs. Hátra is kéne figyelem, hogy csavingál egy autó. Nézzetek, 110-es távra. Mennyi itt 110-zel, basszus? 70 nem, alig bírok. Egyébként lehet tuningolni a kamionokat? Ezt nem tudom, tudja-e valaki, hogy lehet-e. Hát jó lenne egyébként. Nagyon nagy mázista vagy ember, hogy itt elfértél. Pátor gyerek volt. Hoppa. Nem doltam fékezel. Köcsög. És itt kéne befordulnom. Ja, hogy ez körforgalom, mondom, mi ez az ilyen kocskoringó itt? Nehogy lefékezz, haver, nagyon seggedbe vagyok. De nehogy lefékezz. Jó, hát indexet még szerencsé, hogy felraktam, ugye azt nem is használom. Megyünk. Na ezután indexelek, mondjuk. Kifele a körforgalomból. Klik-tap, jó. Menjünk. Tök jó, hogy magyar útjelzőtáblák vannak. Mi ugyanolyan, mint Magyarországon. Ha, ez vicc volt. Tudom, hogy ideol, hogy olyan. Ez jó volt. Ilyenkor biztos egy-ketten így néztetek, hogy ugye vagy gyerek. Ott egy javítóművel nézzétek meg, ott egy ilyen kérdőjel. Na, ezeket megnézzük, hogy mi ez. Az a baj, hogy nem tudok csavingolni, csak így a városba szerintem. Zöld? Mert ugye nem, még nincs kamionom, nem engedi egyszerűen, hanem úgy kell. Mindig elvállom egy fúvat, hogyha ki akarok jönni a városba. Viszont így nem kell a tankolásra gondolnom, aztán nem kell szerintem a javításra se gondolnom, mert ugye mindig új kamiont kapunk. Úgyhogy megvan az előnye. Villancsunk? Nem villantott? Nagyon jó. Kellene a kormányomra egy ilyen... Milyen fasz? Kellene a kormányomra egy ilyen... Az a kormány... Ez a... Tudjátok, nem tudom minek nem elég. És ez a... A targoncákon szokott leginkább meg terrautókon. Jó van. Sárga volt az meg. De nagyon köcsög volt ez. Sárga volt ez a lámpa. Még átfértem. Vagyunk nem személyautóval vagyunk, basszus. Kamion, nem? Ez nem fért át valószínűleg. Na nézzük, hova? Hova? Megpróbáljuk a jutalomért. Egy próba. Nem sikerül akkor majd. Hoppá! Ezt kicentésztük, láttátok? Szerintem elérte a tükrömet. Hát ez meg viszont nem fog elfordulni. Az a nyelv. Van középső tükrünk? Bazd meg, ott van, ja? Most éri el, mi? Na, továltás. Itt már biztos eléri. Vagy elfér? Eléri? Hát, ez elég közel volt. Na, nézzük.
Nem szeretnék semmilyen körülmények között. Ezért. Ugye külső kamera nézetbe váltani. Hanem esetleg csak úgy, hogyha így be tudok tolatni, akkor jó. Ó, meg tovább kell volna mennem. Akkor ugye elfogadható, de én ilyen felső nézetben nem tolatgatok. Most én vagyok, ja, hülye vagyok, basszú, és hát rossz fele szerelem. Na most ezt a jó bénának résztek kellett, nekem ezt megpróbálom, mi? Ennyi van. Jó lesz az, jó lesz az. Jó, fasz lesz jó. Még mindig nem csak nem látom az út. Van a kamion. Ja, jó van, bocsánat, kérek. De ezt így megoldjuk. Igen? Mi az a gyakorlottsági bónusz plusz 55? Jaj! Minél nagyobb szintű vagyok, annál több bizony pénzt fogok kapni, mi? Értem. Jó, ez szerintem szuper volt, kaptam valami bizony pontot, amit elkölthetek. Ez az előmenetel az? Ez nem az. Profilok. Ez sem az. Hol van az az eltölthető pont? Elkölthető pont? Világtérkép, találjátok, készítők, profilok, képességek, itt van. Nincsen nulla ponton, majd jó. Oké, okay, nézzük meg a... Van két e-mailem, mi ez? Van saját kamion? Nincsen saját kamion. A bank! Ó, oh, nem veszünk fel semmilyen hitelt. Az soha nem jó. Na jó van, szerintem ennyi volt. A következő gameplayben akkor még egy fuvart leszállítunk. Nézzük meg, hogy izé érdekel, Angliában nem tudok átmenni. Jaj, de tök jó lett volna. És ez mi? De! Hát tudok! Kíváncsi leszek erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez pont fog-e történni. Na jó van, oké, akkor hogyha érdekel benneteket, akkor a következő gameplay-be találkozunk. Megnézzük, hogy ez a komp téma hogy van így Angliában, vagyis az Egyesült Királyságban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha esetleg tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!